Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a 9. órán, ahol újfenn csak elmélettel fogjuk folytatni. Vettünk már ugye egy jelent, egy múltat, kettő jövőt, gyakoroltunk 2 órán keresztül is, úgyhogy ideje egy új elméletet tanulni. Viszont ez az óra kicsit más is lesz, mert nem csak elmélet, hanem gyakorlat is lesz. És mivel ugye újra elmélet lesz, jó elővenni az előző videókat. Az előző videókat szokás szerint a linkeken eléritek, és hát mivel elméleti óra van, ma újra csak az elméletet tartalmazó könyvem nagyon nagy segítséget fog nyújtani azoknak, akik már megvásárolták, és azoknak is, akik még csak tervezik, és akik most tanulják velem, ugye az elejétől fogva, itt a sorozatnak, az alapoktól az angol nyelvtan, tehát a könyvem a honlapomon elérhető, megvásárolható, ez lesz az alapja a mai elméletünknek. És hogy mit is fogunk venni, gyönyörűen szépen süt most a nap, úgyhogy megnézzük, hogy mi is az a most, azaz a folyamatos jelen, vagy present continuous igeidőt fogjuk megnézni, tehát a második jelen igeidőket, tehát azt, hogy folyamatos jelen. Na hát. Ez az az igeidő, amit aki már tanult az iskolában, azt folyamatosan ezt csináljátok feladatba. Mikor kell egyszerűen, mikor kell folyamatos jelen? Az inges alak. Inges alak. Nem véletlenül vettem fel így is inget. Az inges alak az ez. Nagyon fontos, és már most leszögezem. Nem kell mindenhová inges végződés, nem kell minden ige után inges alak, nem kell mindenhová ez az igeidő. Ez remélem ma újfent csak ki fog derülni, több folyamatos jelen egyszerű jelen videón van már, hogy remélem ez még jobban meg fog erősíteni bennetek, akik pedig most tanuljátok, már előre mondom, nem kell mindenhová az inges alak. Jó, ennél az igeidőnél kell először. Ugye volt már nekünk azért a going to, de úgy maga az a going to volt a szerkezetnek a neve, semmi köze nem volt ehhez az inges alakhoz, amit ma fogunk venni. Látjátok fent itt a képletet, ugye a mondatoknak a szerkezetét, kijelentő, tagadó, eldöntendő és kérdőszavas. Ez már megy fejből, nagyon remélem, hiszen ezt használtuk fel az előző igeidőknél és a going to-nál, mint nyelvtani szerkezetnél is. És ami kell nekünk a folyamatos jelennél, ugye két dolog, hiszen minden igeidő, mint ahogy ezt már tudjátok, kettő dologból áll, képzésből és használatból. Úgyhogy nézzük, mi a képzése a folyamatos jelennek. Ugye a képzés az az, hogy az ige milyen ragot kap, és mi lesz a segédje nekünk kérdésben és tagadásban. És a folyamatos jelen, megint csak erősítve azt, hogy több, mint inges alak, a folyamatos jelennek a képzése, az több. Először is kell nekünk már itt is kijelentésben segédige, csak úgy, mint a going to-nál volt, a létigét hívjuk segítségül, alanyhoz szépen ragozva az M, íz vagy ár, a létigét, amit már tanultunk, és utána jön az ige, amely megkapja ezt az inges alakot. Tehát önmagában az inges alak az nem lesz folyamatos jelen, az nem lesz semmilyen igeidő, nincs magában ilyen, hogy inges alak, az nem lesz igeidőnek a képzése, mindenképpen kell már kijelentésben is nekünk a segédige, alanyhoz ragozva a létige megfelelő alakját, azt, hogy M, íz vagy ár. És mivel tudjuk, hogy ez nekünk akkor a segédigénk, ezt fogjuk használni, hogy a képletbe megfelelő helyen megkapja majd a NAT-ot és megy előre kérdésnél. És nézzünk akkor példamondatokat is rá, tehát például akkor tanítok. Ez most jó lesz használatra is, tehát kijelentő mondatban azt mondom, hogy I am teaching. Viszont, hogyha tagadni szeretnénk, akkor ugye nekünk ez lesz a segédigény, tehát alany ige, ez így megvan. Akár még oda is írhatom, és oda is írom tárgyként, hogy I am teaching English. Megvan az alanyunk, megvan az igénk, és megvan a tárgyunk. És felhasználtuk a képzését. Eddig ugye stimmel. Tagadó mondat, ugye a segédigénk nekünk már megvan, ugye ez lesz a segédige, ezt fogja megkapni a tagadást, tehát I am not teaching, és akkor kicserélem a tárgyat spanyolra, Spanish, nem tanítok spanyolt, ugye alany nekünk az I, segédige plusz a not, ugye ez itt megvan nekünk, itt az igénk és itt a tárgyunk. Egyszerű. Eldöntendő kérdés, segédige megy előre, are, magunkra ne kérdezzünk már rá, are you teaching English? Te angolt tanítasz?
ugye a segédige, ez az alanyunk, ez az igénk, ez pedig a tárgyunk. És ha van nekünk egy kérdőszavunk, miért, legyen a miért, why is he teaching, és legyen egy új tárgyunk, German, miért tanít ő németet. Megvan nekünk ugye a kérdőszavunk, itt a segédigénk, ez az alanyunk, ez az igénk, ez pedig ugye a tárgyunk. Képlet, szépen a képzésbe összerakva. Semmi újdonság nincs, ugye már ezt a képzést, ezt többször átbeszéltük, ha tudjuk a sorrendet, és tudjuk, hogy mi az igének a ragja, és mi a segédige, akkor a képzés az nagyon-nagyon egyszerűen meg is van nekünk, úgyhogy ez a folyamatos jelennek a képzése. Amit még itt érdemes tudni, az a helyesírás, hogy hogyan teszünk hozzá ugye inges alakot az igékhez. Ugye helyesírásilag azok az igék, amelyek erre végződnek, azoknál az e betű az leesik, és csak simán egy inges alakot fog kapni, és hát lényegében, hogyha magánhangzóra és mássalhangzóra végződik, és egy magánhangzó van benne, akkor két mássalhangzó lesz az igéből, tehát például a swim, az itt swimming lesz két M-mel, hogyha inges alakot kap, és az I-re végződő igékből pedig Y inges alak lesz, ilyen például a lie, abból lesz a lying, így. Jó, igazából ez az, amit tudni kell a képzésileg a folyamatos jelenről. És hogy akkor mi a használata, mikor kell nekünk használni a folyamatos jelent? És mivel ez már ugye a második jelen igeidőnk, azt is akkor szeretnénk tudni, hogy mi a különbség az egyszerű jelen és a folyamatos jelen között. Tehát a folyamatos jelen használata. Egy szót kell megegyezni nekünk, az pedig az egy szó a most. Minden olyan jelenbeli cselekvés, tehát minden olyan cselekvés, amit mi jelenbe mondunk, és azt a cselekvést mi csináljuk, vagy valaki más csinálja, azt folyamatos jelenbe kell nekünk tenni. Tehát konkrétan mikor használod ezt való életbe, és hogy mennyire kell ez neked, ez a folyamatos jelen? Ki az, aki önmagát kommentálja akkor, amikor megy az utcán, és azt mondja, hogy én most sétálok, én most kék inget hordok. A nap süt, a madarak csipognak, szállnak a széllel a falevelek. Ez ugye mind-mind, amikor szétnézel, és most zajlik. Az a folyamatos jelen. Az egyszerű jelen pedig, ugye arra emlékeztek, az volt, hogy minden olyan cselekvés, amit jelenbe mondunk, de most ebben a pillanatban nem zajlik. Tehát most minden, ami jelenben mondasz magyarul, és most ebben a pillanatban zajlik. Ez lesz nekünk a folyamatos jelen. Nyelvvizsgára mikor kell lesz nekünk használni? Képzeljétek el ugye a szóbeli szituációt, ugye bent ülsz nyelvvizsgán. Lesz-e olyan kérdés hozzád, amit megkérdeznek, hogy mit csinálsz most, vagy neked bármiben olyanba kell válaszolnod, ami most zajlik? Ülsz és vizsgázol. Tehát amikor te azt mondod, hogy ha szabadidőmben ezt szeretek csinálni, vagy ezt szoktam csinálni, alapból ott van ez a szoktam, de ne használj inges alakot. Mert nem csinálsz most ott semmit. Tehát szépen te mondod, hogy I am watching TV, I am reading a book, és ott szépen mosolyognak majd rád, és mondják, hogy csak nyelvtanilag ez nem jó. Miért nem jó? Mert most itt ülsz előttünk és vizsgázol. Az az egy. Azt meg miért mondanád el, hogy vizsgázol? Miért mondaná igazából bárki azt, hogy mit csinál abban a percben, amikor csinálja? Nem életszerű. Viszont, hogyha telefonon beszélgetsz valakivel, és nem látod, hogy a másik ember mit csinál, és megkérdezed, hogy what are you doing, mit csinálsz, és ő pedig ezt mondja, hogy I am working, én dolgozok, vagy bármi más, amit csinál, az ott már teljesen elképzelhető. És az egy életszerű szituáció, vagy mondjuk a főnököd benyit az irodába, és megkérdezi tőled, hogy mit csinálsz most, és te azt mondod, hogy mit csinálsz, I am editing Excels, tehát Excel-eket szerkeztek, az már nyilván folyamatos jelen, mert most ebben a pillanatban ezt csinálod. Jó, tehát a folyamatos jelen olyan jelenbeli cselekvés, amelyet a beszéd pillanatában folyamatosan most abban a pillanatban végzel, vagy valaki más csinál. Az egyszerű jelen pedig ugye az a cselekvés volt, amit jelenben mondunk, de a beszéd pillanatában nem zajlik. Ez a hatalmas nagy különbség a két igeidő között. És ugye nyilván vettünk határozó szavakat az egyszerű jelennél, itt is vannak
határozó szavak, idő határozó. Hát a most az ugye egyértelműen ott van benne, hogy now, vagy akár ugyanezzel a verzióval az at the moment, amely ebben a percben vagy pillanatban, ebben a pillanatban. Ezek mind-mind ugye arra utalnak, hogy ez a cselekvés most zajlik. De nagyon fontos, nem csak attól lesz neked a cselekvésed folyamatos jelen, hogy te beleteszel egy mostot, hanem az tényleg akkor abban a pillanatban történik, és már az igével ugye te ezt kihasználod, kifejezed. Nem kell neked beletenned minden mondat végére azt, hogy most, hogy az folyamatos jelen legyen. Ha benne van az igen ragozásában, vagy I am working, akkor azt most csinálom, mindenki tudni fogja, nem kell oda tenned azt, hogy most. Jó? Tehát a határozó szavak azok csak továbbra is, mint az egyik igeidőknél voltak, ugye csak ráerősít arra, hogy ez milyen igeidő. Na most több használata van a folyamatos jelennek, ezt itt látjátok is, hogy milyen használatokat van még a folyamatos jelennek. Én egyet emelnék ki innen, ami ténylegesen az életben kell, és most nekünk kezdőknek ez nagyon kell. Aki nyelvvizsgára készül, képelemzésnél. Képelemzésnél. A képelemzés ugye az Origo nyelvvizsgán van, és a képelemzésnél azt kell elmondanod, hogy mit csinálnak azon a képen azok az emberek. Tehát, hogy ők most dolgoznak, ők most sportolnak, ők most esznek, ők most mit csinálnak. Jó? Hogyha egy olyan képet húzol ki, amin emberek vannak és valamilyen tevékenységet végeznek, és te el tudod azt mondani angolul azt a tevékenységet, tehát tudod a szót, azt mindenképpen folyamatos jelenbe kell tenned. Az egész nyelvvizsgán ez lesz az egyetlen folyamatos jelened igazából. A szituációnál persze még lehet olyan szituáció, de igazából a beszélgetős résznél, a képelemzésnél egyetlen egy mondat. Ezért kell az igeidő. És mondom még egyszer, olyan cselekvés, amelyet most te csinálsz, vagy valaki más csinál, egy nyelvvizsgán nem fog előjönni, és a való életben is ritkán fog ez előjönni. De látjátok a többi használatát, ott még azért lehet ezeknél is, de ez az, ami nekünk kezdőként kell, és ami kezdőként nekünk fontos. És hogyha már összehasonlítás, és hát most csinálok, akkor egy dolgot még meg kell nekünk tanulni, ez pedig a folyamatos jelennél, ez pedig a statikus igék. Na, mik ezek a statikus igék? A statikus igék ugye olyan igék, amelyek állapotot fejeznek ki. Ugye ez a statikusság, mozdulatlanság, tehát ugye benne van magának a szónak is a jelentésében. Tehát olyan igék, amelyeket nem tudsz folyamatosan abban a pillanatban végezni. Jó? Tehát a statikus igék akkor nem állhatnak folyamatos jelenbe. Ergo nem állhatnak semmilyen másik folyamatos igeidőben, sem majd a jövőben. Tehát a statikus igék azok nem állhatnak folyamatos igeidőben. Azaz nem kapnak inges alakot, hogyha nagyon akarjuk ezeket egyszerűsíteni. De mik azok a statikus igék? Nagyon egyszerűen én azt szoktam mondani, hogy egy listát itt láttok a statikus igékről. Azok az igék lesznek a statikus igék, amelyeket ugye állapotot, érzelmet, gondolkodást, mentális tevékenységet kifejező igék. Hogyan tudjátok ti ezt majd mind megtanulni? Nem kell, persze meg is tanulhatjátok, de a legegyszerűbben hogyan tudjátok ezt megjegyezni? Képzeljétek el egy szituációt. Ti bent vagytok a szobába, benyit anyu, apu, tesó, párotok, bárki, és megkérdez, hogy mit csinálsz. Mondod te neki-e azt válaszként, hogy elfelejtek. Remélek. Jössz focizni? Á, nem jó, én most kételkedek, nem tudok menni. Vagy vagyok. Vagy birtoklok valamit. Mit csinálsz? Van egy autóm. Viccesen hangzik, igaz? Ezek a statikus igék. Igék, de nem tudod őket most végezni. Akkor se, hogyha beleteszed azt a szócskát, hogy most. Tehát amikor azt mondod, hogy én most otthon vagyok, ugye a létigét nem tudod csinálni azt a cselekvést most, hogy vagy. Mutasd meg, hogy csinálod azt, hogy vagy, és hát mutasd meg, hogy csinálod azt, hogy nem vagy. Oké? Ugyanez a most van egy autóm, most azt csinálom, hogy van egy autóm, most azt csinálom, hogy nincs egy autóm. Logikátlan. Mit csinálsz most? Elfelejtek. Mutasd már, hogy csinálod azt, hogy elfelejtek. Jó? Nem. Tehát ezek azok az igék, amelyeket nem tudsz
folyamatos igeidőkbe használni. Nyilván most az első igénk a folyamatos igeidőnk a folyamatos jelen, ahol ezt nem tudod, de nem tudod őket folyamatos igeidőbe betenni. Oké? Ezek a statikus igék. Ez az egyszerű példával te ezt meg fogod innentől érteni, hogy melyek azok a statikus igék. Tehát hiába van benne a most, te nem tudod azt most csinálni, mert mutasd meg, hogy csinálod. Tudsz írni, olvasni, feküdni, tanulni, tévét nézni, biciklizni, autót vezetni, stb. Ezeket mindet most tudod, hogyha valaki megkérdezi, de azt nem tudod, amiket az előbb elmondtam. Hinni, kételkedni, remélni, lenni, birtokolni, szeretni, szeretni valamit. Ugye, hogy csinálod azt, hogy én szeretek valamit? Én most azt csinálom, hogy most szeretem, aztán most nem szeretem. Én szeretem a fagyit, most azt csinálom, látjátok? Most szeretem a fagyit. Most nem szeretem. Most. Nincs értelme, hogy csinálom azt, hogy most szeretek valamit. Jó? Érzelmet kifejező igék ugyanide tartoznak. Ezek a statikus igék. Ezekre kell figyelni. És ez a folyamatos jelen képzése is használta, és amik trükköt okozhatnak, azok a statikus igék. De, milyen mondtam, hogy ma gyakorlunk is, tehát egy ilyen vegyes óra lesz, mert az elméleti rész az ennyi, a folyamatos jelennél, mint mások igéidő, hol használjátok, mikor használjátok, mi a képzése. Nézzünk gyakorló feladatokat. Hoztam nektek két feladatot, ahol azt fogjuk csinálni, hogy el kell döntenünk, egyszerű jelen vagy folyamatos jelen-e ez a mondat, és utána nekünk ebbe kellene beragozni az igét. És ami fontos, hogy itt is nyilván a fordítás segít, egyértelműen, mert hát nyilván akkor ezt az egyet tudjuk, most zajlik, vagy nem most zajlik ez a cselekvés. Ennyire egyszerű lesz ez. Jó? Úgyhogy nézzük akkor ezeket a feladatokat is. Az első feladat, itt látjátok az első feladatot, ugye tegyük a zárójelben lévő igéket egyszerű vagy folyamatos jelenbe. Tehát fordítunk, eldöntjük akkor most zajlik, vagy nem most zajlik. Második lépés, megnézzük, hogy az az ige, a statikus ige, vagy nem, azaz lehet-e folyamatos alakja, vagy nem. És tökéletesen megoldjuk. Ezzel onnantól viszont be kell akkor nekünk ragozni a ma tanult folyamatos jelenbe, vagy amit korábban tanultunk, egyszerű jelenbe. Van egy példamondatunk is, ugye mit csinálsz, épp befejezem a házi feladatomat, ugye most mit csinálsz, what are you doing, most mit csinálsz, erre vagyok kíváncsi, és hát a kérdés-válasz igedéje megegyezik, ezt tudjuk, I am finishing my homework, ugye látjátok szépen, jó nekünk az alany, R lesz a segédigénk, I az alanyunk, M lesz a segédigénk, rövidítésről egyértelmű, ugyanúgy, mint eddig lehet rövidíteni, ugye a tagadásnál is, vagy akár kijelentést is a tanult módon a létigét. Na de nézzük az egyest, akkor fordítsuk le. How your sister travel to work every day? Hogyan utazik a te nővéred minden nap a munkába? Válasz, she take the bus, ő busszal megy. Ugye ő fogja a buszt és azzal megy, tehát busszal megy. Most vagy nem most? Ugye ott van nekünk, hogy minden nap, hogyan utazik a te testvéred a munkába minden nap, tehát egyszerű jelen, kérdés-válasz igeideje megegyezik, tehát itt mind a két esetben egyszerű jelen lesz. Egyértelmű, hogy tudjátok, meg lehet állítani, és utána lehet gyakorolni, vagy kijavítani velem együtt. De az elsőnek a megoldása, how does your sister travel? Miért does? Mert a te testvéred, ugye az ő egyes szám harmadik személy, tehát nem azt nézzük, hogy you ott van, és akkor automatikusan beírjuk a dude. A te testvéred az nem te vagy, ez egyes szám harmadik személy. Jó? Ezért lesz itt does. How does your sister travel? És ugye kérdőszó, segédige, alany, ige, klasszikusan a sorrendben szépen behelyesítettük az egyszerű jelen, és erre jön a válasz, ugye she, ugye egyes szám harmadik személy, tehát kell nekünk egy ige, végére egy s, takes the bus, ő busszal megy. Kettes. Mit te eszel? Egy almát, ez finom, szeretem az almát. Ugye, mit eszel? Egy almát. Tehát akkor mikor eszik valaki almát, vagy mikor csinál ezt a cselekvést, hogyha az a válasz, hogy egy almát ez finom, most, tehát most végezzük, ezért lesz nekünk, ugye ez folyamatos jelen, you az alanyunk, m izár, ige, inges alak, what are you eating? Mit eszel? Egy almát finom, és én szeretem az almát. Oké, hogy most eszem az almát, és nyilván most szeretem az almát, de az előbb ugye megnéztük, lehet-e szeretni valamit folyamatosan, nem tudjuk ugye ezt a cselekvést csinálni, egyes szem első személy, itt már viszont ugye love lesz csak én, szeretem az almát.
Statikus üge, erre ugye figyeljük. És a hármas az utolsó, nézd, havazik. Mindig havazik minden évben az országomban. Nézd, süt a nap nálunk most, nézd, havazik, akkor mikor? Most, tehát akkor ez itt folyamatos jelen lesz. Look, it is snowing. Havazik minden évben az országomban. Minden évben, tehát általánosságban tudok erről beszélni, olyan cselekvés, ami nem most zajlik, hogyha minden évben van valami, egyszerű jelen, itt, tehát egyes szám, harmadik személy, úgyhogy a válasz az pedig snows. It snows every year in my country. Havazik minden évben az országomban. Ennyi. Ilyen egyszerű. Fordítás, figyelünk a statikusra. És már meg is van, használjuk a tanult képzést ma, és amit az egyszerű jelenné tanultunk. Jó, hoztam még egy feladatot nektek. Nézzük meg akkor azt is, remélem eddig ez hibátlan. Láthatjátok, ugyanaz a feladat, egészítsük ki a mondatokat az egyszerű vagy folyamatos jelen megfelelő alakjával. Megint csak van nekünk egy példánk. Ugye én elindulok otthonról 7 órakor minden reggel. Ha minden reggel elindulok, akkor nem most indulok el, tehát egyszerű jelen kell. Egyes szám első személy van, leave. I leave home at 7 o'clock every morning. Tökéletes nekünk. Na nézzük az egyest. A mondatot így van. Ő általában az értékesítési osztályon dolgozik Londonban, de ebben a pillanatban ő egy képzést csinál Bristolban. Szép összetett mondat. Ugye van benne egy but, ami tudjuk olyan, mint egy pont, tehát egy új mondat kezdődik. Ezért kezdődik benne, van benne két alany is nekünk. Szép összetett mondat. Hogyha ő általában az értékesítési osztályon dolgozik Londonban, akkor ezt nem most csinálja, ugye a usually tudjuk határozó szava befejezet jelenet, tehát ez is segít nekünk, de az, hogy általában ezt csinálja, és őróla van szó, tehát ez itt nekünk egyszerű jelen lesz, tehát works in the sales department in London. De ebben a pillanatban, tehát most ő mit csinál? Egy képzést Bristolban, szóval ő is doing. Lesz a másik, amit nekünk she is doing. Tehát she usually works in the sales department in London, but at the moment she is doing a training course in Bristol. Kettes. Linda megmossa a haját minden nap. Most mossa a haját Linda akkor? Nem, minden nap mossa. Ja, hát akkor nagyon egyszerűen. Linda, mivel egyes szám harmadik személy, és ugye hára végződik, egy est kap az ige. Linda washes her hair every day. Hármas, ő nagyon keményen próbálkozik minden meccsen, amin ő játszik. Akkor ő most próbálkozik keményen, vagy nem most? Hát ha minden meccsen, akkor nem most végzi ezt. Tehát mind a két esetben egyszerű jelen kell nekünk. Egyes szám harmadik személy van, helyes írásra figyelünk. Ugye tries és plays, oda is kell nekünk az S. He tries very hard in every game that he plays. Négyes. Excuse me, I think that you sit in my seat. Elnézést, úgy gondolom, hogy ön vagy te a helyemen ülsz. Akkor ez elnézést, a helyemen ülsz, mikor csinálod ezt a cselekvést? Most, ha most ülsz a helyemen, azért kérek elnézést, szólítalak fel. Szóval te a helyemen ülsz, akkor ez folyamatos jelen lesz, kijelentő, you az alanyunk, úgyhogy you are sitting. Helyes írás, ugye magánhangzó, mással hangzó, két mással hangzó lesz benne. Te, én helyemen ülsz. Nagyon gyakran hallgatsz rádiót? Nagyon gyakran, akkor azt nem most kérdezem, hogy most hallgatsz rádiót, nyilván azt látnám is, úgyhogy gyakran, tudjuk, hogy az egyszerű jelennek a határozó szava is, eldöntendő kérdés, ugye mert kérdő miáll van a végén, és nincs benne kérdőszavunk, you listen, segédige alany, ige? Segédige, ugye do, egyszerű jelenbe gyúnál, szóval do you listen? Do you listen to the radio very often? Gyakran hallgatsz rádiót? Don't talk to me now, ne beszélj most hozzám, egy fontos levelet írok. Hát benne van az is, hogy most ne beszélj hozzám, akkor mikor írom én ezt a levelet? Nyilván most írom ezt a nagyon fontos levelet. Egyes szám első személyben, I am writing. És akkor egy példa arra, hogy ugye e betű, ugye write-e, az éppen leesik, amikor inges alakot kap, writing. Hetes.
Miért vezetnek ők a baloldalt Nagy-Britanniában? Ugye nem ő az a faszi, miért vezet most baloldalt, hanem Nagy-Britanniában általában miért vezetnek, tehát nem most zajlik a cselekvés, ott ugye mindig baloldalt vezetnek. Úgyhogy miért vezetnek ők a baloldalt Nagy-Britanniában? Egyszerű jelenben, kérdőszavas kérdés. Why do they drive on the left in Britain? It not get dark at this time of year until about 10 o'clock. Nem lesz sötét az év ezen szakában 10 óráig. Azaz nem szokott besötétedni 10 óráig az év ezen szakában. Nem most az év ezen szakában, nem szokott 10 óráig. Szóval megint csak egyszerű lenne, mert nem most zajlik nekünk a cselekvésünk. It, tehát egyes szám harmadik személy. It does not get dark at this time of year until about 10 o'clock. 9-es. Sokat esik itt, de nem esik most. Sokat esik itt, általában sokat esik itt most, de most nem esik. Tehát ha most esik, de általában nem esik, akkor ugye általában nem esik, de nincs is benne az általában, de csak így tudjuk, hogy nem szokott esni, vagy sokat szokott esni itt, tehát nem most esik, hanem sokat esik itt általában, de most nem esik, akkor az eleje lesz ugye egyszerű jelen nekünk, mert itt sokat esik, nem most, általában, de most nem esik, benne van a most, ami segít is nekünk, úgyhogy a vége viszont folyamatos, az eleje egyszerű jelen lesz, tehát itt ideírom rains, here a lot, but it isn't raining. Raining. Így van. Now it isn't raining now. És az utolsó. What are you doing? Folyamatos ellenkérdés. Mit csinálsz most? Folyamatos ellenkérdés. Folyamatos ellen a válasz. Tortát csütök. Miért mosolyogsz? Valamit rosszul csinálok. Mikor zajlik az egész cselekvés? Ugye most. Mit csinálsz? Ugye valahogy a kérdés is folyamatos ellen. A válasz is az, hogy én most tortát sütök. Tehát I am baking. Megint csak ugye leesik az e betű a bake után. Miért mosolyogsz? A smile-nál is le fog esni, mert hogy ez megint csak egy folyamatos jelent. Why are you? Mert most mosolyogsz, hiszen most kérdezed. Vagy most kérdezem, hogy te miért mosolyogsz. És valamit rosszul csinálok. Ha ritkán kérdezünk rá magunkra, de nyugodtan írjuk azt fel folyamatos elembe. Am I doing something wrong? Valami rosszat csinálok. Fordítás, ebbe ugye nem volt nekünk statikus igény, az előző feladatban volt, erre figyelni kell, és így tudjátok eldönteni, hogy ez a cselekvés, vagy a cselekvések azok egyszerű jelenbe, vagy folyamatos jelen igeidőbe fognak állni. Ennyire egyszerű, mindig csak a fordítás. Ha megvan, a tanult képzést, a tanult sorrendbe pedig berakni, és amire figyelni kell, az pedig a statikus igék. Ennyi igazából a folyamatos jelen, nem egy nehéz igeidő, és mint látjátok, feladatot lehet rá, de a való életben, mindennapi életben ugye ritkán van az, amikor beszélünk, és kommentáljuk azt, hogy mi most mit csinálunk, úgyhogy így ezt kezeljétek helyén, nem kell mindenhová inkes alak, sokkal kevesebb hibát fogtok elkövetni vizsgán, dolgozott bárhol, mint ha mindenhova benyomnátok az inges alakot. Tehát ezt a fétis, vagy ezt a dolgot így próbáljátok elengedni, nem kell mindenhová inges alak, ez a üzenete igazából a mai órának. Na, persze a folyamatos ellenképzése, használata és a statikus igék. Ez lett volna a 9. óra. Köszönöm, hogy velem tartottatok, hogyha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, hagyjatok kommentet, lájkoljátok, osszátok meg, és bármi kérdéstek van, nyugodtan keressetek. Köszönöm már a figyelmeteket, és folytatjuk a jubileumi 10. órával jövő héten. Addig is jó tanulást, sziasztok!